Az általam ajánlott irodalmi alkotás Gródi Gyula Vörös Postaköcsi című regénye. Bár nem is annyira regényről van szó, hanem inkább egy olyan novella füzérről, vagy prózából oltott költemények láncolatából, amelyek önállóan fejezetenként külön-külön is megállnak. Talán a szereplők, a főszereplő és a mellékszereplők személye az, ami egybefűzi ezt a novella csokrot. 1913-ban jelent meg Gródinak ez a munkája, és valójában ez volt az első olyan írása, ahol a később végjegyévé vált stílus megjelent, és egy óriási sikert is hozott ez számára. Nagyon rövid idő alatt több kiadást is megélt. Az Inger és Wolfner kiadó elhatározta Gródi Gyula addig összegyűjtött munkáinak kiadását, tehát a író valójában ezzel a munkával lépett ki a irodalmi nagy színpadra, ha lehet így fogalmazni. Ez a novella füzér nem sajátos hangvételű, kicsit nosztalgikus, keserédes írás, ami egyrészt bemutatja a 20. század első évtizedének Budapestjét, azokat a kicsit félvilági alakokat, bohém figurákat, akik nagyon őszinte életet éltek. A sajátos Gródi stílus tulajdonképpen minden sorából visszaköszön ennek az írásnak. És itt van benne nagyon sok tanulság olyan értelemben, ami művelődés történeti érdekesség is, hiszen valós történelmi szereplőkkel is találkozhatunk, illetve azonosíthatunk álnéven történelmi szereplőket, így maga a főszereplő Alvinczy Eduárd, ugye a híres kártyás államférfi Szemere Bertalan, a hírlapíró Rezeda Kálmán az maga Gródi alakja, illetve a két nem is annyira mellék, hanem inkább főszereplő színésznő, a Pattantyús utcai színésznők is valós szereplők voltak. És hát természetesen van a szerelmi szál is ebben a történetben, ugye a megjelenése után volt egy olyan vélemény, hogy hát ezt rövid idő alatt az összes pesti nő elolvasta ezt a könyvet, sőt, még iskoláskorú lányok is olvasták, de hát ezen túlmenően nagyon sok művelődés történeti érdekességet is találhatunk benne. Az én személyes kedvencem az a 7. fejezet, amely a pesti bohém életet írja le, illetve a bécsi félvilág pesti szórakozási körülményeit. Megjelenik benne a Somosi Orfeum, ami egy híres szórakozóhely volt, Somosi Károly alapította, illetve Karola Cecil, egy híres táncos énekesnő. Gródi 35 éves volt mindössze, amikor a Vörös Postakocsi megjelent, és egy akkori irodalomkritikus megjegyzése szerint folyamatosan virágvasárnapot mutatott a kalendárium, akkor valóban azt gondolhatta ő is, hogy ez a Vörös Postakocsi még megy valahová, aztán az élete egy picit más fordulatot vett, viszont ettől a ponttól kezdve teljesedett ki az az írói életmű, ami én azt gondolom, hogy párját ritkítja hangvétel és stílusát tekintve a magyar irodalomban. A Vörös Postakocsit jó szívvel ajánlom bárkinek.